Okay. Sziasztok! Matilda vagyok, és a mai videó egy közös kihívás videó lesz Enikővel, az Enikő Olvas csatornáról. Mint láthatjátok, ez kell a könyves polcom, úgyhogy most jelenleg a könyves polcomnál vagyok. És ez a kihívás nem más, mint a Megvan a könyv kihívás. Ennek igazából az a lényege, hogy én is írtam Enikőnek 20 pontot, és ő is írt nekem, és ezek alapján fogunk könyves polcokat válogatni, igen. Szóval ezek alapján fogunk a könyves polcunkról könyveket válogatni. Nem nézegettem a pontokat, nem keresgettem hozzájuk könyveket, úgyhogy remélem fejből azért tudni fogom, és nem 10 perc egy könyv keresésével fog elmenni. Szóval itt van nálam a telefonom, ezen vannak a pontok, ide, vagy ide, mindig elfelejtem, talán erre az oldalra fogom belinkelni, nem szerintem a másikra pont, Enikő videóját is, egyszerre fog ez a kettő kimenni, úgyhogy ha ezt megnéztétek, akkor menjetek és nézzétek meg az övét is. Illetőleg a leírásba is be fogom linkelni. Akkor nézzük. Az első pont zöld borítós könyv. Zöld borító. Hát most megakadt egyből a szemem az Így neved a sárkányodat. Melyik ez? Hatodik részén a... Nem tudom magyarul a címeket, úgyhogy nem is próbálom elmondani. Ennek láthatóan zöld a borítója. Úgyhogy akkor ez lesz az első pontra a könyv. Második pontunk az egy negatív főhős. Negatív főhős. Rainbow Rowell-től mondom a Wayward Son, mert ennek a könyvnek az egyik főhőse Simon, és míg a Carrion-ban Simon egy ilyen nagyon menjünk, én vagyok a sztori főhőse karakter volt, ebben elég negatív főhős, mint hogy nem fejlődik pozitív irányba, és ebben a könyvben Simon abszolút nem fejlődik pozitív irányba. Úgyhogy így ezt fogom ide mondani. Harmadik pont. Kedvenc sorozatod kedvenc része. Rick Riordan polc. Így mutatom az egész polcot. Jó, általában, hogyha azt mondom, hogy Percy Jackson és az Olimposziak, akkor az utolsó rész szoktam hozzá mondani, ami az Olimposz, az utolsó olimposzi, mert ebben a kötetben teljesedik ki a Percy Jackson sorozat maga, úgyhogy így. Nem azt mondom, hogy ez az echte kedvencem ebből a sorozatból, mert az egész, minden kötetet szeretek és minden kötet hozzáad valamit, de hogyha nagyon muszáj mondani valamit, akkor ezt mondom a Percy Jackson sorozatból. Negyedik pont, egy lányos történet. Ilyenkor jövök rá, hogy annyira csajos könyveim nincsenek. Hát nekem a lányos történet alatt kvázi az ilyen csiklit könyvek ugranak be, de az a helyzet, hogy az én saját polcomon ilyen pont nincs. Először a Fangirlre gondoltam, de szomjúgottam vele, hogy talán annyira nem. Nem tudom. Mert az egy ilyen jó kis fülagút könyv, de nem mondanám kifejezetten csiklitnek. A következőt se, de jobb ötletem nem lévén. Az Obsidiant fogom ide mondani, mert ez egy vöröspöttyös könyv. És ez egy olyan tipikus vöröspöttyös könyv szerintem. Van a szürke kigesegérlány, és van a nagyon jó képű főszereplő férfiunk. És nyilván ebből lesznek dolgok, meg egyéb más dolgok, úgyhogy akkor most lehet ezt fogom ide mondani. Ötödik, egy könyv vagy képzős kötet. Na, az előző is az volt, de akkor mutattam a kedvenc könyv vagy képzős könyvemet. Amúgy ez hülyeség, mert az egész Percy Jackson is könyv vagy képzős. Mindegy, legyen Alexandra Christotól a To Kill a Kingdom. Ugye ez is, ez vöröspöttyös sorozat. De a magyar Percy Jacksonok is könyv vagy képzősek, csak ugye ez nem a vöröspöttyös, hanem a Cool Selection. Hatodik, kedvenc íród egyik műve. Rick Riordan polc. Téged veszlek le, mert téged könnyű levenni. Rick Riordan, The Tower of Nero. Amúgy tudom, hogy Riordan, csak sose áll a számra hirtelen, és mindig utólag jut eszembe, hogy rosszul mondom. Szóval Rick Riordantől a The Tower of Nero, ami az Apollo sorozat utolsó része. Apollo, próbálj talán magyarul. Hetedik pont, egy emberi arc a borítón. Jó, ezt láttam meg, úgyhogy ezt fogom mutatni. Ez a The Girls of Paper and Fire sorozat első része, a The Girls of Paper and Fire. És mint látható, egy emberi arc van a borítóján. Nyolcadik pont, egy dedikált könyv. Biztos, hogy nem az angoljaim között lesz. Amit most így hirtelen egyből tudok, az Palágyi R. Lászlótól az Éjkapu. Ezt recenzióba kaptam a szerzőtől, és utólag láttam, hogy alá is írta nekem, ami amúgy nem is látszódik, mert befénik az egész, mindegy dedikálva van, úgyhogy igen, erre ezt hozom. Oké, 9. pont, egy
olyan könyv, aminek nem tetszett a befejezése. Klasszikusom. Klasszikus példám. Adam Silverától és Becky R. Beltáritól a What If It's Us. Ennek a könyvnek a vége azért nem tetszett, mert az egész könyv egy ilyen nagyon nem túl realisztikus, übercuki romkomot próbált nekem előadni, ilyen univerzum törvényei, és hogy pont úgy találkoztak, ahogy és biztos az univerzum rendelt őket egymásnak. Tehát, hogyha ez az egész alapkoncepciója a történetnek, akkor én a végére nem azt a realisztikus végződést akartam volna megkapni, amit kaptunk. És nekem ezért ennek a könyvnek a vége nagyon nem tetszett. Mert alapvetően értem én, hogy az volt a reális végződés, de az egész könyv nem volt túl reális ilyen szempontból, tehát így meghagyhattuk volna nekem. Vagy meghagyhattuk volna azt a nem annyira realisztikus univerzum által elrendelt végződést, amit kaphatunk volna. 10. Csúnya a borító, de nagyon jó a történet. Ez Jane Austen-től a Mansfield-i kastély, és... Hát ennek viszonylag olyan a borítója, hogy nekem annyira nem tetszik, bár így szemből nem olyan rossz, mint a gerince, ahogy kilóg a többi közül. Alapvetően én ezt a kötetet is szerettem Jane Austen-től, viszont nem volt az újfajta lazis kiadásban, és így nagyon eltér a többitől. Úgyhogy ezért mondom azt rá, hogy csúnya, amúgy annyira nem, tehát hogy nem egy túl rond, de tényleg inkább a gerince az, ami engem zavar például sokkal. Nagyon elüt a többi könyvemtől. 11. A szerző neve ugyanolyan betűvel kezdődik, mint a te neved. M. Legalábbis gondolom, hogy a keresztnevem. Michael Morpurgo hadakutyán. Amit nem kellett volna elolvasnod. Gyanítom, hogy kéne értelmeznem, vagy hát én most úgy fogom értelmezni, hogy amit elolvastam és csalódott voltam, hogy elolvastam, és ezért inkább nem kellett volna elolvasnom. Hát az a helyzet, hogy az ilyenektől általában megválok. Ez például a Shadow Year-t most nagyon jól tudnám mutatni, csak hogy attól a könyvtől megszabadultam. Nem túl könnyes búcsúval, amit nem kellett volna elolvasnom. Szerintem ez a kérdés ki fog rajtam fogni. Erre nem fogok tudni könyvet mutatni, mert amik könyv tényleg olyan, hogy nagyon-nagyon érzésem van, hogy megbántam, hogy elolvastam, az a Shadow Year, majd bevágom a képét, de az a helyzet, hogy az a könyv olyan, hogy odaadtam a könyvtárnak, hogy által valakinek tetszeni fog, mert nekem nagyon nem tetszett. Szóval akkor mondom a Shadow Year-t, az nincs a polcomon már, szóval ez annyira technikailag nem számít ide, de nem nagyon tudok mást. Olyat, amit tényleg nagyon megbántam, hogy elolvastam, az nincs a polcomon. Amit idén nagyon megbántam, az a Ready Player Two még. De az meg e-könyvben volt, úgyhogy az sincs a polcomon. 13. Kék borító. Úristen, a sokaság, de... Legyen ő. Ó, te... R.J. Palacio? Ez az igazi csoda. Csak ez az angol kiadás ennek. Szupi kék borítója van. 14. Állat a címben. A sárkány állatnak számít, ugye? Így neveld a sárkányodat, Cressy the Cowell. Mert sárkány, az is állat. 15. Amire nagyon büszke vagy. Amire nagyon büszke vagyok. Ez a futótűz. Ez az, ugye ez az a könyv, amit én írtam. És nyilván erre azért vagyok büszke, mert az enyém, az én kis gyermekem. És nem tudok nem büszke lenni rá, főleg, hogy ugye magánkiadásba kiadtuk, és itt van a polcomon. Úgyhogy igen, erre büszke vagyok. 16. Valamilyen díjat nyert a könyv vagy a szerző. Most hirtelen sok van, de legyen ő. Azért a felső polcról válogatok, mert az könnyebben elérem, és benne van a képben. Oké, ez a... Misty of Chincoty Margaret Henry-től. Ez egy ilyen lovas könyv, és ez is egy klasszikusnak számít, szerintem már. Az a helyzet, itt látjátok is rajta. Ne rám fókuszálj. Nem tudom, mennyire látszik. Mindegy, tehát, hogy Newbery Honor medált kapott ez a könyv. Amúgy ettől a szerzőtől kéne még olvastam, talán a lovas könyvekkel. Na mindegy, Newbery díjas ez a könyv. 17. Kérdés a címben. Lori Gottlieb-től az Akarsz beszélni róla? Kérdőjel. Tényleg az egész felső polcot bontom le. 18. Nem regény, hanem bármi más. Noah Stevenson-től a Nimona, ez ugye egy képregény, tehát ez nem regény, hanem
képregény. 19 a legfrissebb beszerzésed. Ezt most tudom. Ez nem más, mint Francis Hodgson Burnett-től a titkos kert. Ez a legújabb. Ez a szép kiadás, amit gyűjtök a gyerekkönyvekből, itt tett a kis szivárványom. Ez BookTube Könyvklub havi közös könyv márciusra, úgyhogy ettől jobb indokom nem volt megvenni, mint hogy havi közös könyv. És a 20. utolsó pont pedig, hogy amit már nagyon el kéne olvasnod. Ez Harlan Coben-től a Senki fia, és szerintem ez egy nagyon régóta a polcomon lévő könyv, amikor tavaly nyár óta áll itt. És azért kéne elolvasnom, mert ez egy recenziós könyv. Csak még nem jutottam el oda, de most vagy márciusban, vagy áprilisban most már ledarálom, mert most ezeket fogom előre venni, amik még recenziósak és olvasatlanok, úgyhogy ez mostanában ki lesz olvasva. Megfogadtam magamnak, hogy ezt ki fogom mostanában olvasni. Főleg most a hónapban két krimivel indítottam, és ez is krimi, úgyhogy majd nekiesek. Ilyen krimis hónapot tartok. Csak először a titkos kertet fogom. Igen, szóval ez volt ez a 20 pont és 20 könyv, illetőleg 19, mert nem tudtam az egyik ponthoz mutatni könyvet. Akkor most pedig átirányítok mindenkit, akárhova kell linkelni Enikőhöz, hogy nézzétek meg az ő videóját is. Vagy ha onnan jöttök, akkor már láttátok az ő videóját. Ez lett volna a Megvan a könyv kihívás. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.